Rengeteg kamerát teszteltem már, és mindegyikkel van valami kis problematika, de hát haladni kell a korral. Hát itt a kis Canon Legria, egészen pontosan HF E16E. Na szóval, ő jó, tud zoomolni, nem nagy látószögű, kerreg, kattog. Na, ezek a hibái. Egyébként nem rossz. Jött az iSáv. Nagy látószögű, Full HD, 720p-be tudja a 60 fotó per szekundumot. Lehet timelapse-ot felvenni vele, mi egyéb. 2 óránál többet bír az aksia. Nagyon szép, nagyon jó. Nem jó a hangja, sistereg. Pedig még egy ilyet is vettem hozzá, ami arról szól, hogy az USB-be be lehet csatlakoztatni, hogy ez egy sztereó mikrofon akar lenni, hogy hát jobb lenne a hangja. Meg se pirulázza, hogy be van dugva vagy nincs, nem érzek is semmit. Tehát továbbra is sistereg. Volt ugye egy másik is, ott már meg sincs. Jött a Selecline. Mondhatjuk, hogy elég jó a hangminősége. Képminősége, amíg nincs megvágva a felvétel, addig elég jó. Mikor megvágjuk a felvételt, onnantól kezdve bútul, romlik, minden probléma van. Na, de egyébként nem rossz, mert nagyon könnyű. Ugye, őt is fel tudom használni. Például, itt van ez a kis szerkezet. Gyönyörűségesen fel lehet ide szerelni. És bizony, ha lezuhan, hát Istenem, lezuhant. Nincs abba semmi. Nem veszett oda egy drága kamera. Tesztelni jó lesz. Na de, most ez a videó nem erről szól. Ha már itt maradtál egész idáig, akkor most nyitunk egy új fejezetet a videókamerák terébe. Ez bizony a Xiaomi Yi kamera. Akciókamera. Teljes kínai feliratokat kapunk, semmi extra, szóval tehát valami mondhatni, alig bírjuk ugye elolvasni, valami, nem tudom, Sony, Cosmos, 72 gram. Tehát túl sok mindent nem kapunk róla, azt látom, hogy F2,8, 155 fok, mi egyéb, izéhozé. Na, ő tehát a Yi. Ő egy akciókamera. Mi egy GoPro koppintás, fóliákat leszedegettem. Elején van ugye egy darab bekapcsoló gomb, az a módváltó gombunk is egyúttal, hogy fotó vagy videó, tetején van ugye egy felvételindító gomb, itt a mikrofon, hangszórója nincs, egy darab, jaj, de van hangszóró, bocsánat, hát hülyeséget beszélek, itt a jobb oldalán van a hangszórója, állványmenet adapter, van ugye a LED, alól is kapunk egyet, fent is, és hátul is. Itt vannak neki a csatlakozói, micro USB, HDMI kimenet, SD kártya. Ez pedig itt az aksi, itt alatta. Kijelző nincs. Szóval tehát ő a legújabb generációs változat. Tartozékokba, hát kapunk egy egyszem aratkábelt mindösszesen. Na, tehát egyszem aratkábelt kapunk hozzá. Nem túl hosszút, ilyen érdekes kis valami. Igen, tehát csak a micro USB lényegében. De bármivel használhatnánk, semmi extra. Ennyi a tartozéka, meg az aksi, az már benne van. A kamera az egy Wi-Fi-vel rendelkező eszköz, tehát most kamerát kellene, hogy váltsak, mert máskülönben nem fog sikerülni bemutatni az eszköznek a tulajdonságait. Tehát úgy indul a kis kameránk, egyszer megnyomjuk a bekapcsoló gombot. Ugye tud itt szépen körbe világítani, én azt lekapcsoltam. Nekem ne világítson, ne feltűnősködjünk itt agyba fübe. Lényegében beindul, akkor ugye meggyúl az egyszerű piros lerünk, ami alig látszik, hátul ez valamivel jobban látszik. Most videómódban vagyunk, ha elindítom a felvételt, akkor ugye elkezd pislogni. Most megy a felvétel. Megint elmenti. Ugye, hogyha módot váltok, elalszik a piros lámpánk. Nekem ez így alapértelmezetben fotómódra van beállítva.
egyszer megnyomom, fotót fog csinálni. Egy fotót csak mindösszesen, semmi egyebet. Még egyszer megnyomom ugye a bekapcsoló gombot, módváltó gombot, akkor videómódba kerültünk vissza. Na szóval oldalán van még egy gomb, és az a wifi-nek a gombja. Meggyúl egy kék led. Fogunk egy androidos telefont. Ezt mondja, hogy erre teszünk egy kis fényerőt, hogy lássuk is. Bekapcsoljuk a wifi-t. Ha a wifi aktiválva van, mikor elkezd villogni ugye a led, onnantól kezdve tudunk csatlakozni a készülékhez. A Yi Action nevű alkalmazással lehetséges. Valahogy úgy kéne, hogy villany ne menjen bele. És akkor csatlakozás, ő meg fogja keresni a kameránkat. Csatlakozik is hozzá, itt is van, meg is találta. És innentől kezdve kapunk élő képet a kameráról. Láthatjuk azt is, hogy hány százalékon van, azt is, hogy milyen felbontásban van. És itt kiválaszthatjuk azt is, hogy milyen felbontásban rögzítsen. Tudunk 2K-ba rögzíteni 30 fotó per szekundumot. YouTube-ra feltöltve ez nem lesz 2K. Már tapasztaltam, töltöttem fel, és nem lett 2K. 1080p-n hagyta, mindegy. De jobb, mint a 1080p-s felbontás. Relatíve be kell érnünk kisebb mozgástérrel, mert azért a 30 fotó per szekundummal nem lehet túlságosan sokat, de 1080p-be tudunk felvenni 24 fotó per szekundumot, 30 fotó per szekundumot, 48-at vagy 60-at is akár. Ezzel már azért jobb mozgásokat lehet rögzíteni. 960p-be ugyanúgy 60 a legnagyobb fotó, és 48 a legkevesebb fotó per szekundum. 720p-ben már másabb a helyzet, ott már tudunk 120 fotó per szekundummal rögzíteni, de ott csak hang nélkül, tehát hangot nem rögzít a 120 fotó per szekundumnál. 60 fotó per szekundummal már hang is van, tudunk 48 fotó, az a legkevesebb. És van még egy olyanunk, hogy 480 fotó, vagyis 480 pixel, az 240 fotó per szekundummal tud rögzíteni, hang nélkül csak is. Hát ez, na, ilyen nem tudom, hogy mire lehet ezt használni. Be tudjuk állítani, hogy a center, matrix, port, mi egyéb, hogy hova helyezve a fehér egyensúlyt, a mi egyebet, amit tudom én, hát matrixon van nekem. Ugye akár 2K-ba is vehetek fel. De mondom, a YouTube nem kezelte le 2K-ba, annak ellenére, hogy pedig töltöttem fel 2K-ba videót. Eltartott egy darabig, míg felér, de mindegy. Úgyhogy ez a mi egyéb, vannak itt nekünk még olyanok, hogy beállítási lehetőség, ez ugye ez a gyors menünk volt. Ugye itt át is tudunk menni akár ugye. Timelapse, mi egyéb, mit tudom én. Hát ennek hátránya van, a timelapse-ot úgy készíti, hogy csak fotókat készít egymás után. Ugye tud pittyogni is a kamera, a pittyogást én kikapcsoltam idegesített, borzalmas, nekem ne pittyogjon. Tehát csak fotókat készít, és nekem kell összerakni. Az iSharp-nál ilyen nincsen, mert ott olyan van, hogy timelapse, megmondom, hogy milyen felbontásba csinálja meg, hány fotó per szekundummal csinálja meg, elkezdi rögzíteni, és kapok egy MP4 fájlt. Ilyen szempontból az iSharp jobb. Ő lemarad. A Wi-Fi-nél tudunk olyat csinálni, hogy például megnézzük, hogy milyen felvételek vannak rajta. Tehát itt nekünk kilistázza, akár le is tölthetjük a telefonra. Hát nem valami túl gyors, mert ugye 2 megabájt per szekundummal tudja lefele tölteni, meg minden. Nagyon túlságosan, nagyon-nagyon-nagyon sok értelme nincs ennek sem. De mindegy. Van ilyen is, tehát semmi gond. Gyakorlatilag most majdnem úgy állunk, hogy csak lesz már egy jó kameránk. Ezzel annyi a probléma, ugye tökéletes nincs. Nincs tökéletes. Tökéletes nincs. Soha nem is lesz tökéletes. Mindig jobb kell lesz valamiért. Hogy egy kicsit halkan rögzíti a dolgokat, viszont Vegasba tudunk rajta segíteni. Egyébként ezt a kamerát akár már a jófogáson is megvehetjük. 30 ezer forint alatt beszerezhetjük. Praktikus, kb. 2 órát bír üzemelni egy huzamba.
visszavagytok reggel. Más tévén, akkor megyen vissza fel mindenkinek, csak ők ilyen.